2024. május 29. szerda, gondolatok a Veritasra a napi evangéliumból. Ma azt halljuk az evangéliumban, hogy Jézus a tanítványaival Jeruzsálem felé tart. Jézus elől megy, határozottan, céltudatosan, a tanítványok aggódva követik. Közben Jézus arról beszél nekik, hogy milyen szenvedés, sőt a halál vár ott rá. Aztán két tanítványa jó helyeket szeretné magának bebiztosítani Jézus királyságában. A többiek neheztelni kezdenek rájuk. Aggódás, a biztonság keresése, neheztelés. Egyedül Jézus az, akiből viszont a béke, a nyugalom árad. Holott éppen ő rá vár a szenvedés, amiről egyértelműen beszél. De miért mennek akkor tovább? Miért nem fordulnak vissza? És egyáltalán honnan van Jézusnak ez a békéje, nyugalma ilyen helyzetben? Jézus válaszként a küldetéséről beszél. Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon és életét adja váltságul. Valamint az evilági gondolkodás és az Isten országa közötti különbségről. Ő tudja, hogy az atyától jött. Tőle kapta a küldetését, és hogy hozzá is fog visszatérni. Harmadnapra feltámad. Az atyával való szeretet kapcsolata, a vele való egysége, a tőle kapott küldetésének teljesítése a legfontosabb számára, és ez felülmúl minden evilági nyugtalanságot, nehézséget, még a szenvedést és a halált is. A szenvedés őt sem kerüli el, és az nem is könnyű a számára. Hiszen tudjuk, olyan halálfélelem fogja majd el, hogy vérrel verítékezik, és azért imádkozik, hogy ha lehet, múljék el tőle a szenvedésnek a kelyhe. De utána mindjárt hozzáteszi, de ne az én akaratom teljesedjen, hanem a tiéd. Az atyával való egysége, a hozzávaló hűsége adja neki azt az erőt, békét és biztonságot, ami felülmúlja az evilági gondokat. Számunkra mi okoz aggodalmat, bizonytalanságot? Vagy miért neheztelünk, mi okoz számunkra szenvedést? Ezek nem kerülnek el egyikünket sem. De ilyenkor álljunk meg egy kicsit, és vigyük azokat Jézus és a mennyei Atya elé. Kérdezzük meg, hogy az ő szeretetének fényében, az Istentől kapott küldetésünkben mi ezeknek az értelme. Bízzunk szerető Atyánkban, aki a nehézségek, a szenvedések között is meg tudja adni azt az erőt és békét, amit a világ nem, egyedül csak Isten adhat számunkra.